A szót, elnök úr, tisztelt ház, előjáróban engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy a Lehet más a politika képviselőcsoportja szerint alapvetően a stratégiai ágazatokban az állam tulajdonosi jelenléte nem rossz cél, ez megfelelő feltételek érvényesülése esetén akár támogatható is lehet. Továbbá azt is el kell mondani, hogy a Surgut Neftgyagáz tulajdonrésze a MOL csoportban valóban energetikai és biztonságpolitikai kockázatokkal járt, tehát ennek a megszűnése szintén egy örömteli folyamat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy nem egy légüres térben került sor erre az üzletre, a Surgut Neftgyagáz részvénypakettjének a megvásárlására. Egy olyan magyar kormányzat szánta el magát erre a lépésre, amelyik évek óta, vagy kormányra kerülése óta, tavaly óta saját megfogalmazása szerint élethalál harcot vív az államadósággal, a pénzügyi forrásoknak a szűkösségével. Természetesen technikailag lehet indokolni, hogy az IMF hitel csomag felhasználása erre a célra az Eurostat kimutatásai szerint a költségvetési hiányt vagy az államadósságot nem növeli. Ugyanakkor azért nyilvánvalóan ennek az 500 milliárd forintnak a elköltése az a költségvetés pénzügyi pozícióit megváltoztatta, és semmiképpen sem előnyös irányba. Egy olyan helyzetben, amikor a magyar költségvetés a legalapvetőbb állami funkciók ellátásából vonul ki a költségvetési források hiányára való hivatkozással, a szociális ellátás, az államigazgatási intézményrendszer, környezetvédelmi intézményrendszer és más alapvető állami funkcióknak az ellátásából vonul ki az állam arra való hivatkozással, hogy nincsen pénze. Ebben a helyzetben került sor ennek az 5